Abba az óvodába, ahova Rozi lányom járt, járt egy nagyon édes kisfiú, Roland, és a nővére, Claudia. Aztán valamikor tavaly, húsvétkor, Rolcsi kimaradt. A szülők és az óvónők azt rebesgették, hogy a kisfiúnak először a füle fájt, de aztán megbénult a fél arca. Az orvosok eleinte fülgyulladásra, mumszra, mandulagyulladásra gyanakodtak, aztán megműtötték, és kiderült, hogy Roland rákos. Bementünk erre a hematológiai osztályra, és azt a helyzetet, amit ott egy olyan ember, aki még soha nem járt ilyen osztályon, ezzel találkozik, ez valahogy megdöbbentő volt. Megdöbbentő volt az, hogy olyan gyerekeket láttam, és olyan meggyötört szülőkkel találkoztam ott az első órában, amikor beléptem erre az osztályra, hogy én azt mondtam, hogy itt az én gyerekemnek semmi keresni valója nincs. Hát ez, az én gyerekem nem ilyen beteg, hogy kopasz legyen, hogy fel legyen fújva a feje, hogy akkora a feje, mint egy felnőttnek, és ugyanakkor pipaszár lábai vannak, és ez a csecsemőtől a 6-7 éves gyerekek, akik ott láttam. És akkor azt mondtam, hogy ez biztos, hogy tévedés, és akkor más nem tudtam csinálni, csak hogy saját magamat megnyugtassam. Azt mondtam, hogy ez a diagnózis, ez hibás. Ez nem létezik, hogy a gyereknek non-Hodgkin limfomája, vagyis rákos daganata van. Akkor, amikor megtudtam konkrétan, hogy a gyerek rákos, ebben a pillanatban rettentően összeszakadtam. Úgy éreztem, hogy most ez a dolog. És mennyire jobban tudatosodott bennem az, hogy nem szabad, hogy ez legyen a vég. Szerintem egyre erősebb, egyre keményebb és egyre határozottabban, céltudatosan mentem afelé, hogy megtalálni azokat az embereket, akik ennek a betegségnek a legnagyobb szakismerői. Az első vizsgálat az, hogy a gyerektől vesznek egy csontbiopsziát, akkor a mellkasába, a szegcsontba szúrnak be egy tűvel, ez az egyik, ami nagyon fájdalmas, és a másik pedig, amikor a gerincébe szúrnak bele egy injekciós tűt, és vesznek ki belőle anyagot, amire azért van szükség, hogy megállapítsák, hogy csontfelői érintettsége is van, vagy nincs. Ezek nagyon fájdalmas beavatkozások. És mit csinál, ezt hogy csinálják? Ezt általában úgy csinálják, ezt én kellett, hogy lássam ez alatt az idő alatt, míg bent voltam, hogy 5-6 nővér lefogja a gyereket, és a gyerek mozdulatlan ekkor, de hát ez azért mozdulatlan, mert egyszerűen nem tud megmozdulni, a fizikai tűrőképessége alacsonyabb, mint azoknak az 5-6 nővérnek, és ekkor beleszúrják a gerincébe a tűt, és a gyerek nem tud mit csinálni. Na most én láttam sajnálatos módon itt a klinikán, hogy volt olyan gyerek, aki ezeknek az ilyen lefogásos beavatkozásoknak következtében már, mikor csak a nővért meglátta, vagy egy injekciós tűt meglátott, már akkor hisztérikus rohamot kapott. Na most ezt el kellett kerüljem az én gyerekemnél. Végül sikerült elérnem a gyereknél azt, hogy altassák. És ekkor, amikor én éreztem az orvosban azt, hogy ennek nem nagyon örül, egy picit úgy megrettentem ettől az orvostól. Az orvos egy olyan ember, aki egész biztos, hogy meg akarja gyógyítani a gyereket. Tehát őt is lehet, hogy egyszer vezérli, csak ő neki nem annyira fontos az, hogy a gyereket akár több pénz árán, vagy akár több személyzet igénybevételével is, de úgy gyógyítsa, hogy az a gyereknek legyen kellemesebb. Mert ő azt mondja, hogy ha altatás, akkor több pénz, több személyzet, több gyógyszer, plusz kiadás. Hát inkább akkor a gyerek legyen úgy, hogy meg lefogjuk őt, és beadjuk neki az anyagot. Kicsit fáj neki, hát majd kiheveri. Tehát ez a baj, hogy az orvos nem gondolkodik úgy, ahogy egy szülő gondolkodik. Mondta a feleségem a első kezelést követő negyedik napon, hogy te kezdve Rolandnak hullani a haja. Hosszú haja van a Rolandnak, akkor is hosszú haja volt előttem, mielőtt ez a betegség volt. Akkor én úgy mentem be a klinikára, hogy levágattam a hajamat egy centisre. Te elmentél fodrászhoz? Elmentem fodrászhoz, és azt mondtam, hogy kérem, borotválja le a fejemet. Ezt azért tettem, mert a gyerekemet meg akartam kimélni attól a sok hatástól, hogy láss, hogy csomókban jön ki a haja. És akkor azt mondtam neki, hogy Roland, ugye te komandós akarsz lenni. Itt van a borotvám, gyere, borotváljuk le a fejedet, hogy ugyanolyan legyél, mint apuci.
És miután látta rajtam, hogy a nagy hajam helyett én is rövid hajjal vagyok benn, azt mondta, hogy oké. És ezzel el tudtam érni azt a gyereknél, hogy nem vette észre, hogy ő azért olyan kopasz, mert kihullott a haja, hanem azt mondta magának is és mindenkinek, hogy az ő haja nem hullott ki, az ő haját az apukája vágta le. Csukd be a szemedet csak, Rócsi. Nézd rám. Feljebb egy kicsit emeld a fejed. Csukd be a szemed. Nyisd ki. Csinálj. Én olvastam annak pont ebben az időszakban egy legújabb cikkét a New England Journalnak, ahol pont a gyerekkori non-Hodgkin limfomáról volt szó, és ott azt mondták, hogy 90, azt írták, hogy 98%-os ebből a betegségből a gyógyulás. Addig, míg mikor az én gyerekem erre az osztályra bekerült, azt mondta az adjunktus, hogy 50-60% esélye van a gyereknek a gyógyulásra. Óriási differencia, amikor azt mondom, hogy 2% van a gyereknek az elvesztésére, vagy esetleg 40% van elvesztésre. Tehát én nekem mindenképpen azt kellett elérjem, hogy a gyerekem életben maradjon. Tehát miután magam köré gyűjtöttem azt a tímet, akik koordinálták a gyereknek a gyógyítását, attól a perctől kezdve váltam, én úgy érzem, egy nem kívánatos figurává a klinikám. Elővettem az összes olyan újságot, ami a betegséggel kapcsolatos. Orvosi lexikonokat bújtam, gyógyszerkönyveket néztem. Tudtam, hogy milyen gyógyszereket kap a fiam, és megnéztem a gyógyszerkönyve ezeknek a gyógyszereknek egymásra történő mellékhatásait. Abba hagytad a munkádat? Vagy igen. Volt erre időt? Igen. Abba hagytad kész? Igen, abba hagytam a munkámat, nem tudtam dolgozni, minden időmet lekötött a gyermekemmel való törődésem, és azoknak az embereknek a koordinálása, akik a fiam gyógyítása érdekében mellettem voltak. Így jutottam el például Gardner professzor úrhoz Bécsbe, aki a világ egyik legjobb gyermekhematológusa, akit szintén sikerült magam mellé kérjek konzultánsnak. Egy nagyon érdekes dolog, tudnod kell, és ez egy szomorú tény, hogy a Gardner professzor úrtól tudom meg, hogy létezik egy Portakat nevezetű művéna, a Portakatnak a vége egy ilyen kis membránszerű valami, ami pont a bőre alá van berakva egy műtéttel, és akkor, amikor a különböző gyógyszereket kell, hogy kapja, akkor nem kell a vénáját szurkálni a gyereknek, hanem csak ebbe a membránba beleszúrnak, és az egyenesen viszi a gyógyszert be a szervezetbe. Mi az előnye ennek? Az, hogy ebből vért lehet venni, ezen keresztül vért lehet adni, ezen keresztül gyógyszereket lehet bevinni a szervezetbe. A kemoterápia szerek hatására elvékonyodnak az érfalak. Tehát a gyereknek kell kapni egy injekciót, be kell ültetni egy branült. A branül beépítéséhez van olyan, hogy 6-szor, 8-szor, 10-szer kell megszúrni a gyereket, hogy találjanak egy olyan vénát, ami még épp. Na most képzeljünk el egy pici gyereket, amikor 6-szor, 8-szor, 10-szer szurkálják őt, hogy végre egyszer megtalálják azt a helyet, ahonnan tudnak venni vért. Ez lehet a feje búbjától a lába ujjáig. Meg tud nekem mutatni ezt a masinát, amiben van építve oda a bőrödbe? Mutasd meg nekem. Ott van oldalt? És mi látszik ott? Felhúzod a trikódat? Várj, itt van egy zsinór meg. Ez még a mikrofonnak a zsinórja. Hol van ott? Ja, oda az a kis dudor, ami oda be van téve neked? Aha. És akkor azon keresztül szúrtak meg? Igen? És akkor nem fájt annyira? Hát, nem is szítam már. Akkor már az nem fáj. Mikor Bécsből hazajöttem, én megkértem az adjunktus, hogy ismerje ezt a portakatot, és azt mondta, hogy persze ismerjem, mondta nekem az adjunktus úr, de ez egy teljesen felesleges dolog, ez egy újabb műtét, és hogy neki nagyon rossz tapasztalatai vannak ezzel a portakattal, és hogy ez egy nagyon drága dolog. És akkor kértem az adjunktusról egy portakat doboz, hogy nézzem meg, hogy tulajdonképpen pontosan mi is ez. És ahogy nézegetem, hogy mi a működési elve ennek, észrevettem, hogy ez a portakat, ez 3 hét múlva lejár. Tehát gyakorlatilag a beültetés 3 hét múlva lejár. Mikor már benne van a szervezetbe, akkor már nincs idő, hogy meddig lehet benne. De beültetni csak 3 hétig lehetett már, és 3 év telt el lassan
a gyártástól, mert 3 év a szabatosságid. És akkor megkérdeztem az adjunktustól, hogy ugye látja azt, hogy ez a portakat 3 hét múlva lejár, hát miért nem rakják ezt itt be a gyerekekbe? Mondta, 8 darab van még belőle az osztályon. Ugye érdekes, nem is vettem észre, hogy ez 3 hét múlva lejár. Volt olyan gyerek, akibe beültettek portakatot, akit 1-2 éve már kezeltek. Tehát 1-2 éve szurkálták a gyereket, és most kapott csak portakatot. Én nagyon kedvesen, mosolyogva vettem minden tudomást, ami az osztályon volt, de ugyanakkor azt hiszem elég határozott lehettem, és megköveteltem, hogy mindent mondjanak el nekem, hogy mi fog történni a gyerekkel, milyen beavatkozások lesznek. Amit először úgy kezdtem, hogy kértem a leleteket. A leleteket az első időben megkaptam, és aztán, mikor rájöttem egy számomra igen megdöbbentő dologra, és pedig arra, hogy nem egyforma a vizsgálati eredmények a klinikának és egy másik laboratóriumnak, nevezetesen a MÁV kórháznak a laboratóriumában mért értékek nem egyeznek. De hogy tudt a gyereknek a vére a MÁV kórházból? Tehát minden egyes dolgot kontrolláltál? Ami... Úgy, hogy a véreredményeket azért kellett, hogy kontrolláltassam, mert sajnálatos dolog történt egyszer, hogy a gyerekemnél egy olyan gyulladási folyamatot mutató vizsgálati eredmény jutott a kezembe, amiből már tudtam, hogy ez hibás. Ezt egy CRP meghatározással jelölik az orvosok, ami a gyerekben lévő gyulladásos folyamatot mutatja meg. A gyerekemnél, miután már a leletek le voltak fűzve, láttam, hogy egyszer csak kézbe kapok egy 90-es CRP-s eredményt, és akkor azt kértem, hogy még egyszer vegyék le a vért, és ismételten nézzék meg, hogy valóban van-e a gyerekben egy ilyen gyulladási folyamat. Nem tetszett az orvosnak, de megtette, és másnap ez a bizonyos 90-es szám, ez már csak 28-at mutatott. Valójában az történt, hogy a gyerekem vérét elcserélték egy másik gyereknek a vérével. Az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek az állásfoglalása, mi szerint a neofugén ampullákat csak egyszeri adagolásra szabad felhasználni. Meggyőződésem az, hogy a gyerekemnél a neofugén injekciót, aminek az volt a célja, hogy a fehér vérsejtet a gyerek szervezetébe visszahoz egy bizonyos szintre, abból a gyógyszerek által levitt minimális szintre, jól alkalmazzák, akkor sokkal olcsóbb lenne. Ugyanis mi történt? A gyerekem kapott neofugén erősítő injekciót, és mivel hogy nagyobb kiszerelésben van ez a neofugén, mint amire a gyereknek szüksége van, csak a felét szívták ki. A ampullából a másik felét leragasztották egy ragasztószalaggal, és berakták a gyógyszeres szekrénybe, vagy a hűtőszekrénybe. És akkor én már tudom, mert a használat utasításban le van írva, hogy csak egyszer szabad megszívni ezt az ampullát. És második, harmadik alkalommal látom, hogy hiába kapja a gyerek a neofugént, lefelé megy a fehér vérsejtje. Ekkor tudtam, hogy itt valami nem stimmel. Én azt mondtam az orvosnak, hogy kérem, az én gyerekemnél bontsanak minden alkalommal újat. Azt mondták, hogy képzelem ezt. És akkor azt mondtam, hogy tessék, itt van. A használati utasítás azt írja, hogy az ampullát csak egyszer szabad felhasználni. Nem tudtak mit csinálni. Így volt, igaz. De bejött az adjunktus vasárnap, és azt mondta, hogy hallom, hogy konfrontálódása van itt megint az orvosokkal ezzel a neofugénnel kapcsolatban. Mondom, adjunktus úr, itt a neofugén használati utasítása. Azt írják, hogy csak egyszer szabad használni. Erre azt mondta nekem az adjunktus, hogy képzeled, majd ki fogjuk dobni ezt? Tudja, hogy 68 000 forintba kerül ebből egy ampulla? Hol van nekünk pénzünk arra, hogy ezt a gyógyszert kidobjuk? Erre azt mondtam, hát adjunktus úr, nem alkalmas a gyógyszer arra, hogy ezt továbbiakban másnap újra a gyerekbe beadják. Maga ne orvoskodjon, mondta. Mit tettem? Másnap elmentem a rossz céghez, aki forgalmazza ezt a gyógyszert. Szakvéleményt kértem. Elmentem az OGYI-hoz, aki engedélyezi ennek a gyógyszernek a magyarországi forgalmazását. Szakvéleményt kértem. A két szakvélemény teljesen megegyezett. Valójában csak egyszer szabad megszúrni ezt az ampullát, ugyanis nem történik semmi más, csak oxidálódik a gyógyszer benne. És ezért a gyerekek meghalhatnak. Miközben a könyvet olvastam, én azon gondolkodtam, hogy ahogy te fölvetted a harcot a betegség ellen,
hogy minthogyha az ellenség közé soroltad volna egy kicsit azokat az orvosokat is, akik közvetlenül foglalkoztak a gyerekkel. Tehát ez nem egy ilyen lelki kényszer, hogy neked legyen valaki, akivel hadakozni kell, mert különben érzed, hogy megőrülsz. Igen, nem. Egész biztos, hogy nem éreztem az orvosokat ellenségnek. Mai napig odaviszem a gyerekemet kontrollra. Tehát, hogyha ellenségnek érezném, akkor nem merném a kezükbe adni a gyerekem kontrollálását. De azért merem a kezükbe adni a gyerek kontrollálását, hisz még 4 évig kontrollálni kell időközönként a gyereket, mert tudom, hogy ők tudják, hogy én nem fogok tévedni. Tehát tudják, hogy én az ő kontrollukat is kontrolláltatni fogom. Ugye gyerekek, hogy ők jó arcunknak? Ide figyelsünk, disznóm! Hálit vagyok meg, hogy nem láttak véletlenül anyulakat! Én nem. Ugye gyerekek is elálltam. És hogy tudod segíteni az orvosoknak, vagy az ápolónőknek? Mit kellett csinálni? Hát, ami a gyerekkel kapcsolatos volt a tisztántartás, ez mondjuk egyértelmű, akkor én főztem minden nap a gyereknek, mert azt az ennivalót nem ette meg, amit a kórházi kaja. Ott bent főzött a kórházban? Igen, te a konyhában, igen. Gyerek kívánsága szerint. István bevásárolt minden nap, és én minden nap megfőztem, amit ő éppen kíván. Ezzel is megkönnyítve azt, hogy elviselje azt a szörnyű betegséget és a szörnyű mellékes dolgokat, ami ezzel jár. És takarítottad a kórházban? Igen, az első időben nem, aztán mikor a gyerek egymás után kapta a fertőzéseket, akkor rájöttem, meg a férjem is, hogy így sokkal tisztább és sokkal nagyobb a, sokkal jobban el tudjuk kerülni a fertőzést, hogyha én takarítok és fertőtlenítek mindent úgy, ahogy ezt kell. És mivel tartotta a lelket Rolcsiba? Hallottam, vagy olvasom a könyvből, hogy... Hogy végigmosolyogtam. Végigmosolyogtam az egész betegséget bent a kórházban, amíg vele voltam, és végig játszottam vele, amit csak kívánt. Bevittek videót? Természetesen videót vittünk be, filmeket kölcsönöztünk, meséket mondtunk egymásnak. Volt egy kedvenc mesé, azt naponta 20-szor, a Willy a verébe, ez volt a kedvenc eleinte neki. És rajzoltunk, vágtunk, még a szerszámos ládáját is bevittük, amikor azt kívánta, a legóit, mindent, amire szüksége volt. Én bűnügyeket fotografáltam. Nagyon sok halottat láttam az életemben a fényképezőgép lencséjén keresztül. Én egy kemény ember vagyok, szóval azért vagyok kemény, mert egyedül nekem kell koordinálnom a családomat. A feleségem 25 évvel fiatalabb, mint én, 8 éves lányom van, aki másodikos általános iskolába jár, ez az első házasságom. Nagyon boldog életet éltünk, és megkeményített az a pillanat, amikor tudtam, hogy a gyerekért harcolni kell. Balogh István megírta Roland történetét egy könyvben, és interjút adott a Népszabadságnak. A könyv csak most jelenik meg, de a cikk már vihart kavart. Akikkel eddig erről beszéltem, azoknak szinte kivétel nélkül volt valamilyen személyes történetük a hazai egészségügyről, a kiszolgáltatottságról, megalázó várakozásokról a rendelőkben, az orvosok és a nővérek fásultságáról, műhibákról. A rádió és tévéműsorok, az újságok, kórházi fertőzésekről, az intenzív osztályok és általában a súlyos betegek szakmai ellátásának nehézségeiről beszélnek vagy írnak. Most mégis azt mondom, hogy minden indulat és előítélet nélkül nézzük meg azt a klinikát, ahol Rolandot gyógyították. A klinika igazgatója, egyben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektorhelyettese, dr. Tulasai Tivadar professzor. A könyvben is és a újságcikkben is olyan állítások szerepeltek, amelyek nem fedik a valóságot. És ezt én a következőképpen értelmezem. Az van egy tulajdonképpen boldog családi helyzet, és egy nyugodt, kiegyensúlyozott psziché, mondjuk az enyém. És ebbe derült égből és váratlanul beleüt egy tragédia, megbetegszik a gyerekem, ráadásul nem is influenzában vagy mandulagyulladásban, hanem egy olyan betegségben, amelyet ma úgy hívnak, hogy rák. Ez a kifejezés önmagában letaglóz mindenkit. Én nem csodálom azt, hogy
Balog István, mert hiszen most a konkrét dolog kapcsán erről az esetről beszélünk, ezt úgy reagálta le, hogy az összes energiáját ennek a feladatnak a szolgálatába állította, hogy a fiát minél gyorsabban, minél jobban, minél szövődménymentesebben megmentse a betegségéből. A tragikus ebben a helyzetben az, hogy mi is ezt akarjuk, mi is ezt akartuk, és minden egyes gyereknél ezt akarjuk. És ezt mi úgy tudjuk igazán megvalósítani, hogyha a beteg és a hozzátartozója és az orvos között van egyfajta bizalom. Mert hiszen bizalommal kell, hogy legyek az orvosom iránt, ő az, akinek ez a tanult szakmája jó-rosszul, közepesen, szupermódon műveli. Kiválasztottam azt az orvost, akiben megbízom, akiben úgy gondolom, hogy megtaláltam a lehetőséget, hogy a fiamat meggyógyítsa, akkor el kell neki higgyem azt, amit mond, vagy legalábbis bizalommal kell, hogy legyek iránta. Nem a tekintélyed miatt, mert ez egy butaság, hanem az a tudás, ami benne, vagy abban a csapatban benne van, ahol a gyerekemet gyógyítatom. Most a tragikus ebben a történetben az, hogy Balog Istvánnak 100%-ig igaza van, amikor mindent meg akart csinálni a gyereke érdekében. A tragikus mégis az, hogy nagyon korán elvesztette a bizalmat. És amikor elkezdett harcolni, és akkor még együtt mentünk, mert mi is harcoltunk a betegség ellen, ő is a betegség ellen kezdett harcolni. És amikor elkezdett harcolni a betegség ellen, akkor egyszer csak az ellenséget nem csak a betegségben látta, hanem egyszer csak az ellenséggé vált maga az a kórház, ahol a gyerekét fájdalmas kezelésekben részesítik. Igen, sajnos ezek a kezelések fájnak. Senki nem mondta soha, hogy egy injekció, vagy egy vérvétel, vagy a citosztatikus kezelés nem fáj. Ezt nehezen tudta feldolgozni, és attól kezdve nem csak a betegség lett ellenség, hanem a klinika, a személyzetnek egy része, az egész medicína, hiszen természetgyógyászat felé is elmozdult ebben a kétségbeesett fázisában. És azt gondolom, hogy ez motiválta őt arra, hogy saját maga kezdje kezébe venni a dolgokat. Sajnos, ugye azt kell mondjam, hogy egy orvosilag nem felkészült ember egész másként értékel bizonyos dolgokat. Itt nem volt semmiféle vértévesztés vagy vérösszekeverés. Ami a Népszabadságban megjelent, kérlek, az ő értékelés, amit utólag ráírt egy laborban később kért labor eredményre. Úgyhogy azt ő értékelte úgy, hogy itt biztosan vérelcserés lehetett, hiszen az egyik nap 90 volt, a másik nap 28 volt az az érték. Nem a feladata az édesapának, hogy értékelje a számokat és a vizsgálati eredményeket. Tehát nem történhet itt tévedés a klinikában? Biztos történhet, de pontosan ennek az esetnek a kapcsán a legutolsó percig megpróbáltam kideríteni, miután ezeket a vádakat olvastam, hogy mi történt. Teljes felelősségemmel állíthatom, hogy nem történt meg. És az összes többi esetre is azt mondod, hogy... Hát amit a Népszabadságban leírt, arra bizony azt mondom. Az egyes számú gyermekklinika az ország egyik élvonalbeli egészségügyi intézménye. Amikor jó 110 éve Bókai János igazgatása alatt átadták ezt az épületegyüttest, állítólag Amerikából jöttek ide az Üllői útra csodájára járni. Persze, ha egy amerikai betéved egy magyar egészségügyi intézménybe, most is csodálkozik, de ennek, mint tudjuk, ma már más oka van. Az is igaz, hogy amíg Magyarországon ma egy betegre évente átlagosan 50 000 forintot költenek, addig a szomszédos Ausztriában 500 000-et, az Egyesült Államokban pedig átlagosan évi 2 000 000 forintnyi összeget, vagyis 40-szer annyit, mint nálunk. Ez a különbség nem annyira a szakmai színvonalban mutatkozik meg, hanem részben a műszerezettségben, a gyógyszerellátásban és a kiegészítő kezelésekben, és leginkább a kórházak, a kórtermek állapotában, zsúfoltságában, az orvosok, az ápolók jövedelmében. A klinika orvosainak átlag fizetése 50-60 000 forint, egy főnővéré 450-es gyakorlattal 28 000 bruttó. A pénzügyi lyukakat pályázatokkal, átcsoportosításokkal tömködik, alapítványok segítenek, mint például a kreditánstálté, amelynek nyomán bohócok hetente kétszer megpróbálják felvidítani a szomorú kis betegeket. Egy másik nagy nemzetközi cég pedig hamarosan apró otthonokat alakít ki a klinika padlásterében, hogy a szülők kulturált körülmények között lehessenek együtt beteg gyermekeikkel, mert jelenleg a klinika a legjobb indulattal is csak tömegszállást tud biztosítani a mamáknak. De a sebeken ezek csupán szépségtapaszok. Amiben a beteg reménykedhet, az a hivatástudat és az együttérzés. Balog Roland esetében Magyarországon milyen esély van arra, hogy ilyen betegségből egy kisgyerek meggyógyuljon?
Balogh Roland betegségének és a stádiumának megfelelően 75%-os esélye van arra bárkinek, hogy egy ugyanolyan betegségben szenvedőnek, hogy meggyógyuljon. Bécsben? Bécsben 75% és 80% között. És az Egyesült Államokban? Ott is 80% körüli. És ezt azért merem ilyen bátran mondani, mert mi Magyarországon, szóval mi nem akarjuk feltalálni a spanyol viaszt. Ha olyan betegségről van szó, amelyik viszonylag szűk előfordulású, kevés a gyakorisága szerencsére, akkor a nemzetközi szinten is az megy, hogy nagy centrumok bevonásával lehetőleg gyorsan nagyon sok betegnek a gyógyítását egyfajta séma szerint elvégzik, és utána megvizsgálják, hogy milyen volt az effektusa. Ennél a bizonyos betegségnél, amiben Roland szenvedett, ennél is átvettük a német protokollt, pontosan ugyanazt a protokollt, amit a Gardner professzor alkalmaz, meg Németországban alkalmaznak, meg Európa nagy számában, nagy számú kórházában még alkalmaznak. És nektek vannak megvan, más protokoll. Megvan hozzá a műszerezettségetek, minden, tehát a vizsgálatokhoz, tehát ugyanazt lehet. Persze. Mennyi ideig voltál itt a klinikán, Gyulcsi? 4 évig. 4 évig egyfolytában? Hát kisebb, nagyon megszakításokkal 4 éven keresztül. És mi volt a baja pontosan? Wilms tumort kapott 11 hónapos korában. Az micsoda? A Wilms tumor az általában a vesit támadja meg a daganat, és ezt 11 hónapos korában vettem észre, egyik napról a másikra, néhány milliméterből csecsemő fejnyivé fejlődött, ez 72 óra alatt. Itt Verevé tanár úr megvizsgálta úgy, hogy utána rögtön meg is műtötte. Hát egy közel 4 órás műtét után egy csecsemő fejnyi daganatot vett ki a jobb veséjével együtt. Tehát nem tudta leválasztani a veséjéről. Hát ekkor kezdődött. Júcsi, te mire emlékszel erre? Hát neked akkor ez olyan ez a klinika, mint a második otthonod, nem? Rosszabb. Azért rosszabb ez, nem? Hát, mi emlékszel, Ticám? Nem tudom. De emlékszel rá, hát akkor te állandóan itt voltál. Úgy rendezkedtél be a szobába, mint hogyha itt laknál. Játékaid itt voltak? Hát dehogy nem, itt egy csomó játékod itt volt meg. De azért több volt otthon. Aha. Na meséld nekem, hogy hogy volt az itt? És akkor jöttek, vizsgáltak? Igen. Adom, és akkor mindig jöttek, és akkor... Olyan rossz volt, mikor átkerültem oda, mert akkor műtöttek, és... És fájt? Igen. Sokat fájt? Igen. Na most az, hogy fáj, ez tényleg így igaz. Nekünk ugyanúgy óriási megterhelés, tehát az összes szülőnek, hiszen ha beültették a kanült, hogy abba adják a gyógyszert, akkor az fájt, amíg beültették. Ha nem ültették, akkor fájt, hogy szúrják. De hát azért arra emlékszel, kicsim, hogy ma a végén úgy mentél oda az Éva nénihez, hogy most akkor melyik kezemet adjam. Ön írt egy levelet az újságba akkor, amikor kipattant ez a bizonyos vita Balogh apuka és a klinika között. De hogy született ez a levél? Hát ez a levél úgy született, hogy én elolvastam a Balogh apukának a cikkét, és annyira megdöbbentem rajta, amit ő írt azon, hogy én azonnal leültem, és megírtam azt a levelet, mert úgy éreztem, hogy azoknak, akik elolvassák azt a levelet, kell látniuk, hogy mit éltünk át mi itt. Én úgy gondolom, hogy a betegség maga iszonyú, hogyha az ember gyereke megbetegszik egyik pillanatra a másikra, úgy, mint Balogh apukának is, meg nekem is. Az egy iszonyú dolog, de én első pillanattól itt csak azt láttam, csak mosolygós arcokat, csak segítőkész embereket láttam, és én semmit nem tudok, semmit nem tapasztaltam abból, amit a Balogh apuka leírt. Mikor mi ide kerültünk, megkérdeztük adjunktus urat, hogy mire számítsunk. Adjunktus ura azt mondta, nekünk 25% esélyt ad arra, hogy a gyerek felnőjön. Hát mi rettentően kétségbe estünk. És akkor azt mondta adjunktus úr, hogy kedves szülők, van olyan, akinek 1%-ot mondok. Na ez volt az a pillanat, mikor azt mondtam, hogy elhiszem, hogy az én lányom meg fog gyógyulni, és itt a példa.
És soha nem gondolt arra, hogy esetleg jó lenne ellenőriztetni a leleteket máshol, hogy megnézetni más orvossal is, hát akkor nagyobb az esély. Azért nem, mert ez a gyerek attól a pillanattól kezdve, ahogy itt az első műtéten átesett, az állapota még akkor is, hogyha rengeteg visszaesés volt, de folyamatosan látszott rajta, hogy ez a gyerek, ez gyógyul. Soha nem érezte azt, hogy kicsit is kiszolgáltatott helyzetben van? Hát én egyáltalán nem éreztem. Végülis az ember a gyerekét odaadja, beviszi egy kórházba. Én nem éreztem magam soha. Nem, sőt, hát én azt láttam, hogy amikor én is bent laktam itt 5 hétig, velem is mindenki nagyon barátságos volt, sőt, én rám is figyeltek. A nővérek mondták, hogy egyek én is, nehogy nekem is valami bajom legyen. Figyeltek rám is, figyeltek, nem csak a Katára, nem én rám is. A legfontosabb, és én mindig ebből indultam ki, ebből indultunk ki. Ha nem hiszünk abba, hogy a gyerek meg fog gyógyulni, és nincs feltétlen bizalmunk azok iránt, akiknek az életét tulajdonképpen a kezébe tettük, akkor nem biztos, hogy ez a gyerek ma itt van. És én hiszem, hogy hit, tehát valami bevaló hit, én most nem itt az Isten hitre vagy a vallásra gondolok, illetve a bizalom nélkül, a másik ember iránti bizalom, az orvos, a mérnök, a jogász iránti bizalom, tehát az ember iránti bizalom, a szakember iránti bizalom, ha hiányzik, igazából nem is biztos, hogy egyáltalán van értelme annak, amit csinálunk. Hiszen akkor bennem se fognak megbízni, bennem, mint szakemberben. Ha a te gyereked, ne adja az Isten, kisgyereked megbetegedne, és egy nagyon komoly súlyos betegsége lenne, itt Magyarországon gyógyítatnád, vagy inkább kivénéd innen az országból? Húha, ez egy nehéz kérdés. Először is az ember mindig retteg attól, hogy a saját gyerekével mi történik, és hogyha a betegek voltak, akkor és egy néhány nap után nem akartak javulni, én mindig megkértem valakit, hogy nézzen meg, mert a saját gyerekével szemben az ember borzasztóan elfogult, nehogy valamit elnézzek. Tehát ebből a szempontból ilyen kérdésre nem olyan gondoltam. De biztos vagyok benne, hogy itt kezdeném gyógyítatni. Én nekem különleges helyzetem van, mert ismerem a magyar gyerekorvosoknak a felkészültségét, és az tényleg kiváló. A tudathasadás végül is az, hogy nekünk sokkal nagyobb energiába telik mindazoknak a körülményeknek a biztosítása, medicinális körülmények biztosítása, mint a nyugat-európaiaké. És az infrastruktúrát pedig nem tudjuk biztosítani olyan szinten. Természetesen nem akarom ezzel azt mondani, hogy mi mindjárt ugyanolyan jók vagyunk, mint mondjuk a londoni Great Ormond Street-i gyerekintézmény, de az eredményeink alapján nincsen szégyenkezni valónk. És azt kell mondjam, amikor Philadelphiából ide látogatott egy barátom, akkor az azt mondta, hogy tényleg először összecsapta a kezét, mert azt mondta, hogy hát ez egy de szép régi kórház, és akkor udvarias volt. De amikor itt volt egy hét után, és azt mondta, hogy mi ilyen körülmények között nem tudnánk olyan eredményeket produkálni, mint ti. És ez számomra nagyon nagy elégtétel volt, mert azt jelenti, hogy az én lehetőségemet meghaladó szabályzók, vagy szabályzati hiányok mellett is a munkatársaim és a csapat tud valamit produkálni. Meghívtam egy kávéra Tulassai Tivadar professzort és Balogh Istvánt. És elhívtuk Szombathelyről István Lajos professzort, a Modern Magyar Onkohematológiai Hálózat egyik alapítóját is, aki Roland egész betegsége alatt személyes tanácsadója volt Balogh Istvánnak. Én kezdetől fogva részese voltam, kívülálló, bevont, összekötő tanácsadóként ebben az ügyben. Ennek a gyereknek mellkasi elváltozásai voltak, ennek a gyereknek veselváltozásai voltak, és nagyon sötét volt a prognózis, mikor indult. Igen, a betegséget többféleképpen lehet osztályozni 4 stádiumra, vagy kedvező és kedvezőtlen. Roland prognózisa mindenképpen a kedvezőtlen csoportjában. A legkedvezőtlenebb, a sejt típus alapján. Miatt. Megbeszéltük ezt mi azokkal, akik a sejt... A legkedvezőtlenebb és a legelőrámadottabb stádiumban volt. De most nem az történt, bocsánat, csak hogy közbevágok, tehát nem az történt, hogy végül is István itt olyan módon működött ebben a betegségben, a saját gyermeke védelmében, ami a magyar
orvosok és a magyar egészségügyben teljességgel szokatlan. Igen. Tehát nem volt bennetek bizonyos fajta megbántottság, hogy ő fogta magát és elkezdte a leleteket kontrollálni, ami azt hiszem, hogy Nyugat-Európában, sőt az Egyesült Államokban, más országokban a legtermészetesebb dolog. Tehát ott benne van a biztosításban az, hogyha valakinek a betegségéről adnak egy diagnózist, akkor fizeti a biztosító, hogy elmenjen egy másik helyre, és ott azt ellenőrizhesse. Kétségtelen, hogy szokatlan volt, hiszen nem mondanám azt, hogy ez mindennapos történet. De ti nem voltatok megsértődve? Nem. De miért lettünk volna megsértődve? Tényleg a régi, vagy a még most érvényben lévő egészségügyi törvény szerint is, ha azt az ember jól értelmezi, ez a betegnek a joga, hogy mindenbe betekintsen, és mindenről naprakész információt kapjon. Szóval az egészet illetően én elfogadom, hogy ő ezt látta. Közelről minden tordít, közeli nézésben szörnyű élmény volt. Ezt tudomásul kell venni, meg kell érteni egy szülőt, aki a saját gyerekért aggódik. A magyar gyerekgyógyászat egészének a teljesítménye, szóval a nagy számok törvénye, amennyire azt ki lehet számítani, ismétlem a legjobb európai normákhoz nagyon közel van. Professzor úr szerint növelte a Rolcsi gyógyulásának az esélyeit az, hogy ő mindent kiharcolt? Számszerűleg nem szabad válaszolni, mert egy esetből nem szabad semmiféle konzekvenciát. Ne százalékot mondjuk. Az a tény, hogy az anyja olyan önfeláldozóan mellette volt, ez már egy óriási segítség. Az a tény, hogy az apja, én nagyon sok mindent megéltem, már nagyon régóta vagyok a pályán, hogy egy apa leborotváltatja a haját azért, hogy a gyerekét a hajvesztéstől, sokját, az egy sok, nem csak a nőknek, a férfiaknak is, a gyerekeknek is egy sok, megóvja, én ilyet még nem láttam. Azt én is elismerem, hogy az, amit a gyermek pszichéjének az érdekében Balogh István tett, az fölülmúl minden képzeletet. Igen. Miért veszítette el Balogh István a bizalmát a gyógyító orvosokba, vagy abban a csapatban, ahol a gyermekét gyógyította? Én nyilván megkérdőjelezhető a szakértelem, megkérdőjelezhető az infrastruktúra, hogy piszkos a fal, vagy nem. Azonban ezzel én azt állítom szembe, hogy az az adjunktus, aki ezt az osztályt vezeti a mi klinikánkon, azt most megválasztotta a magyarországi onkológiai és gyermekhematológiai osztály, ez a hálózat a vezetőjének. Tehát a magyar orvostársadalom, és ebben benne vannak a nővérek is, és a segítő személyzet is, azt mondta, hogy ez egy olyan ember, aki érti a szakmáját, és miután Schuller professzor nyugdíjba ment, válasszuk meg őt az egyik vezetőnek. Na most én szeretnék egy kérdést föltenni Balogh Istvánnak, hogy ugye itt szó volt arról, hogy 5 éves túlélés, meg 5 éves vizsgálatok. Én nagyon remélem, hogy a Roland valahol orvosi kontroll alatt van. Igen, ugye ezt mondhatja, mert mi május óta nem láttuk a Rolandot, és 2 levelet írtunk, és tanúk előtt többször kértük Balogh Istvánt, hogy a gyermekét hozza vissza kontrollra, hiszen az is hozzátartozik egy kezelési ciklushoz, hogyha befejeztük a gyógyszeres kezelést, akkor még nem lehet egészségesnek nyilvánítani. Utána kell menni, és minimum 5 évig kell bizonyos protokollok szerint vizsgálatokat végezni, morfológiai vizsgálatokat végezni, vérképet nézni, ellenőrizni, lehetőleg ugyanannak a doktornak, aki ezt a kezelést véghez vitte. Megkérdezett engem a professzorról, válaszolnom kell. Tehát, hogy önök május óta nem látták a gyerekemet, ez azért van, mert én már tudom, hogy a gyerekem véreredményei a kontrollmérések alapján jók. Mi történne most? Történne egy röntgen, amit el akarok kerülni, mert nem akarom a gyerekemet ismételten a röntgen sugárzásoknak kitenni, mert decemberben viseli a felelősséget. Decemberben úgyis ki kell venni Rolandból már a portakatot. Szóval maga irányítja a kezelését a gyereknek. Nem az egyes gyereklinika, hanem Balogh István. Így a felelősséget az egyes gyereklinika nem tudja vállalni. Én megírtam levélben. Hatályos törvények értelmében, a jelenleg hatályos egészségügyi törvények értelmében, ha a beteg nem követi az orvos utasításait, akkor az orvos attól kezdve nem köteles gyógyítani a beteget. De azért ellenőrzitek, ha visszaviszi. De hát nem hozza vissza. Vissza fogom vinni. Ezt nem most hallom először, hogy... Szóval nem most vagyok én először ez alatt a 9 hónap alatt szinte fenyegetve, hogy ha nem hozod vissza, akkor te fogod aláírni a halálos ítéletet. Professzor úr, nekem azt mondta, hogy pontosan erről van szó. Balogh úr, azzal, hogy a gyerekét nem hozta vissza, aláírja a halálos ítéletet. Mondta ezt ezelőtt 5 hónappal. Hát, a másik orvos pedig azt mondta arról, nekem, hogy figyeljek oda, hogyha a gyerek vérképeredményei nem olyan jók, hogy el lehessen kezdeni a következő blokk alkalmazását, nem szabad elkezdeni.
Tehát az egy probléma, egy aggódó szülő részéről, hogy harcol a gyerekéért, hogy kontrollál. Nem kontrol, az a probléma, tehát, most félre magyarázza a szavaimat. Tehát ha én nekem azzal bizonytalanítottam el az orvosait, hogy elkértem a leleteket, hogy elvittem egy másik csővért, vagy pedig hagyd magyarázzam végig. Én tudok mondani önnek konkrétabb dolgokat is, példának okáért a gyereknél történt egy olyan mellkas átvilágítással történő vizsgálat, most ezt a nézők miatt nem feltétlenül szükséges mondjam, hogy mi ez, ahol daganatos sejteket állapítottak meg, és én 4 nap múlva már tudtam, hogy ezek nem daganatos sejtek, és azért kértem én ennek a vizsgálatnak az elcsúsztatását, mert ha ebben az időben, amikor a gyerek hurutos, egy PET vizsgálat történik, az ismételten megmutathatta volna ezeket a vizsgálatokat, amit 1 hét múlva bebizonyítottunk, hogy téves. A vérvétellel kapcsolatban téves. Tehát annyi tévedés volt, professzor úr, és hogyha ez bizalmatlanság, akkor ez nagyon nagy hiba. Én azt hiszem, ezt én olvastam a könyvet. Tehát ha jól emlékszem, akkor speciál ezek a tévedések nem is a klinikán zajlottak, hanem ezek részben Szegeden, részben Stockholmban, abban az intézetben, ahol a Nobel-díjat adják. Tehát én azt hiszem, hogy itt az igazi vita talán nem közted és a klinika között zajlik, hanem a betegek, tehát mi betegek, mert hiszen valamennyien lehetünk betegek, és egy egészségügyi gondolkodás, vagy egészségügyi rendszerbeli gondolkodás között. Tehát hogyha most már elmondta Tulasai professzor, hogy ők hogy képzelik a beteg-orvos ideális viszonyt, én nagyon kíváncsi lennék, hogy te hogy képzeled. Első és a legfontosabb dolog az, hogy ne legyenek téves leletek. Ez az egyik. A másik, hogy a szülő vagy a beteg ne érezze kiszolgáltatottnak magát egy kórházban. A harmadik, ami nagyon fontos dolog, és ez szorosan csatlakozik ahhoz a kettőhöz, amit mondtam, ha én aggódom a gyerekemért, ez egy természetes dolog. Ne legyen az orvosnak, a klinika igazgatójának, vagy a portásnak akár terhes az én aggodalmam. Mert én nekem az a kötelességem, hogy aggódjak, és ime az én aggodalmam bebizonyította, hogy az én gyermekem meggyógyult. És egy tény, hogy vannak statisztikai számok, amik esetleg nem publikusak. Én ez alatt a 9 hónap alatt elláttam 9 gyerek elvesztését. Én hála jó Istennek azok közé, az apukák közé tartozom, akinek a gyereke él, és remélem, hogy 5 év múlva is él. Nem azért nem viszem kontrollra, mert hanyag, drehány apuka vagyok, hanem azért nem viszem kontrollra, mert nem akarom a gyerekemet kitenni egy ismételt röntgensugárnak, ami esetlegesen újra árthat. Na most én szeretnék visszakérdezni István Lajos professzornál, hogy vajon te hogy élnéd azt meg, hogyha gyógyítottál egy beteget, befejezted a kemoterápiás kezelést, és utána nem látod tovább a kontrollnál a beteget? Nagyon rosszul élnem meg, és nagyon nehéz helyzetben lennék. Mindent elkövetnék annak érdekében, hogy lássam, mert én tudom azt, hogy a recidíva az egy óriási kockázat. Kinek a felelőssége akkor a recidíva, ha bekövetkezik? És mi az azért a recidíva? A betegség visszatérése. Kinek a felelőssége akkor, hogyha ezt ismételt orvosi felszólítások ellenére a beteg megtagadja? Igen. Egészségügyi törvény, ott tartunk. Iszonyatos nehéz kimondanom, de hát aki nem látja a gyereket, annak nem lehet felelőssége az, hogyha a recidíva föl. Itt látszik persze az, hogy mennyire nagy baj az, hogy nincs bizalom. Mi a véleményed az egyes gyereknek a hematológiai és onkológiai tevékenységével? Az olyan szinte van, mint a magyar gyerek hematológiai hálózat. És ha szabad visszaidéznem azt az előbbi mondatot. Ez egy mondatot. Nagyon megkerülő válasz volt, és milyen szinten van? Azt elmondtam, hogy az Európához közeli szinten van. Ja. Tehát, hogyha tőlem valaki azt kérdezni, én sosem mondtam a Balogh Istvánnak, hogy vigyel a gyerekét a klinikáról. Mindig azt mondottam, hogy hagyja ott, mikor a Vadderhoz való átvitel dolga szóba került. Ön azt mondta, hogy Magyarországon ugyanolyan színvonalon. Én azt gondolom, hogy teljes felelősséggel mondom. Ha valaki tőlem most megkérdezni, hogy elvigye a gyerekét az egyes gyerekklinikára, megkapja azt a kezelést, amit Magyarországon megkaphat, itt a példa, én azt mondanám, hogy igen. Igen. Akkor most egy személyes dolog a professzor úrhoz. A professzor úr gyerek kezelésén az első perctől kezdve mellettem van. Igen. Ön volt az, aki napról napra mindennapos szoros telefonkapcsolatban tanácsokat adott a gyerek kezelésével kapcsolatban. Volt-e olyan, amit én nem tartottam be ez alatt a 9 hónap alatt?
Önnel ugye, szemben? Meg kell mondjam, hogy én ugyanilyen telefon kapcsolatban voltam a klinikával. X-szer, nem is tudom megmondani hányszor. Amikor a Balogh István hívott, akkor én ezt sohasem vettem zaklatásnak, mert engem minden este X beteg és hozzátartozó hív és hívhat. Életemben még nem húztam ki a telefont, mert azt gondoltam, hogy betegnek egy kapaszkodóra szükség van. Türelemmel meghallgattam, megpróbáltam megmagyarázni, és a telefonbeszélgetés befejeztével hívtam azt, akit elérettem, mert nekem ebben láttam a bizalomvesztést, tehát eléggé tapasztaltnak kell nekem már lennem. Láttam bizalomvesztést, és próbáltam közvetíteni. Most is azt próbálom. Tehát István szakértelme, személyes szakértője volt tulajdonképpen a professzor úr. És a professzor úrnak ez nem volt kellemetlen a klinikával? Nem volt kellemes. Hogy ellenőrzi azt, amit a kollégák csinálnak? Ezt a lehetőségét mindig akartam hárítani. Nem igen volt vita a kezelésben, a diagnózisban, a terápiás protokollban azzal a István Lajoson keresztül a Gardner professzor maximálisan egyetértett, a kivitelezést időnként nehezzé tette a nem teljes együttműködés, de egyébként nem láttam azt, hogy a konziliumnak végül is mi a célja. A konziliumnak a célja, és nevetzokon, hogy ezt mondom, a folyamatos ellenőrzés, valamiféle ellenőrzés volt. Ön szerint valóban olyan sok tévedése volt a klinikának, mint ahogy ezt István látja és a könyvben leírta? Én a tévedést nem állapíthattam meg. De ismeri az egész gyógyítási folyamatot, és ismeri a leleteket. Én egyetlen egy olyan tévedésről, amit én most saját magam fedeztem volna föl, amire én mondtam volna azt, hogy tévedés, nem láthattam. Tehát nem volt ilyen tévedés, ön azt mondja? Én nem tapasztaltam ilyen tévedést. Az a furcsa, hogy most nem a diadalt ülítek meg közösen, az ember azt várna, hogy egy ilyen eset után kiki a másik nyakába borul, és azt mondja, hogy felejtsük el, hogy mi történt. Igen, ennek kellene, István, hogy legyen. Én bennem nincs rossz ájú. Igen, de te megírtad. Nem én kezdeményeztem ezt az egészet, Balogh úr. Én azért ülök itt, hogy erről azért néhány mondatba szót ejtsek, hogy mi nagyon örülünk, hogy a Balogh Rolandot végül is végig tudtuk vinni azon a kezelési blokkon, amint lehetett. Nem örülök annak, hogy a dózis redukció miatt nem kapta meg a teljes előírt protokollt. Nem örülök annak, hogy csúsztak a kezelések, mert a kezelések csúszása nem hozta vissza időre. Azt involválja, azt vonja magá után, hogy a későbbi visszaesések és egyáltalán a teljes gyógyulás az esetleg zavart szenved. És egy csomó dolognak nem örülök, de ezek után tényleg rosszul, több mint rosszul esik. Nem tudom hova tenni azt, ahogy a gyógyító csapatnak egy részét, inkluzív az egyes gyerekklinika onkológia osztályát elkezdte üldözni. Válaszolok rá, professzor úr. Elsősorban most már nyilvánvaló mindannyiunk előtt, hogy önök presztízskérdést csinálnak abból, hogy igenis Balogh István szemben mert szállni egy orvosi társadalommal, esetleg nagy úristen a egyes számú gyermekklinikával. Nem. Én nagyon sokszor hallgattam ott önöktől azt, hogy nagyon kevés pénz van a gyógyításra. Nagyon kevés a fizetése egy orvos. Bocsánat, kérek, volt olyan gyógyszer, amit én hozattam be Németországból, és közben indokolt. Kiderült, hogy ott van a gyógyszertárban. Most ezek, hogy folytassam. Ez nagyon fontos, hogy indokolt, megkértem, indokolt. Professzor úr nyilatkozzon a könyvemnek, ön azt mondta, hogy nem nyilatkozik. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy 9 professzor nyilatkozik a könyvemnek. A miniszter úr, a népjóléti miniszter úr, az OEP, az Országos Egészségügyi Pénztárnak a főigazgatónője, tehát mindenki, kizárólag csak önök, azok, akik nem nyilatkoznak, és egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért kell elzárkózni nyilatkozattételektől, akkor, amikor gyakorlatilag a babér az önök fején lehetne. Én akkor gondolom, hogy egy könyvet meg kell jelentetni, ha ott általános tanulságok vannak számomra. Ennek a történetnek nincsenek általános tanulságai, azt pedig, hogy szembeszállta az orvosi társadalommal, azt csak ön érzi így, mert... Ön mondta most nekem ezt. Én nem mondtam. Én azt nem nagyon éreztem úgy, hogy szembeszállna az orvosi társadalommal, hanem saját maga vette ilyen kvázi orvosként a kezébe a Roland irányítását és a kezelését, leleteket mutogatott. De professzor úr, hát az, aki bízott önökbe, ott én 9 gyerek halálát láttam. Most akkor, bocsásson meg, akkor mi a hiba? Igen, hát ez már az, hogy ők bíznak és meghalnak, el, vagy pedig tehát... én nem bízok és a gyerekem él? Persze, hogy meghalnak ezek a gyerekek. Senki nem mondta, hogy nem halnak meg ezek a gyerekek. Statisztikákat tudunk mondani minden betegség elején, mint ahogy a filmben elhangzott, hogy az a kislány 25%-os esélyt kapott.
és szerencsére meggyógyult. István, de tulajdonképpen van te magadat, akkor, ha én ezt jól értem, nagyon nehéz helyzetbe hoztad, mert ugye neked abban is bízni kell, amit a kezelőorvosok mondanak, és a klinika, és ugyanakkor te fölkértél szakértőket, azok esetleg mást mondanak. Ez egy hihetetlen felelősség. Én biztos, hogy én személy szerint ezt nem merném vállalni. Tehát én csak azt tudnám tenni, hogy egy orvos csapatban megbízom, és akkor azt mondom, hogy hát lesz, ami lesz. Soha, hangsúlyozom, nem döntöttem önállóan. Csak orvosok döntöttek helyettem, és lehet, hogy én voltam a szószólójuk. De egy biztos, hogy az én gyerekem meggyógyult, lehet, hogy most Tulasai professzor úrban esetlegesen az van, hogy lehet, hogy meggyógyult, lehet, hogy nem. Én bízom benne, hogy igen, de most is kontrolláltatom a gyerekemet, most is nézettem a gyerekem eredményeit, és nagy öröm számomra az, hogy úgy látom, hogy az eredmények gyógyultnak tekintik a fiamat. Én úgy gondolom, hogy azért az István bizalom vesztése nem csak ott kezdődhetett, hogy a gyereke megbetegedett. Tehát azt hiszem, hogy Magyarországon ma az a helyzet, hogy aki valamiféle kapcsolatba került az egészségüggyel, az rémtörténeteket tud mesélni. Az is természetes, hogy számos nagyon pozitív történetet is tudnánk mesélni az orvosok áldozatvállalásáról, fantasztikus nővérekről, csak erről azért nem szoktunk szót ejteni, mert ezt az ember természetesnek Igen. tartja. És én azt hiszem, hogy az a jó. Na most egyrészt én úgy gondolom, hogy amit az István csinált, az egy úttörő szerep egy újfajta világban, amikor a betegek merik vállalni a bátorságot és a felelősséget, hogy ők partnerként álljanak az orvosokkal. Ugyanakkor hihetetlenül dermesztőnek tartanám azt, hogyha az orvosok iránti bizalom megrendülne, mert ha ez összeomlana, ez a fajta egészségügy, akkor nem lenne hova menni. Ha azt mondod, hogy úttörő, akkor én ezt úttörőnek nem gondolom, mert eddig is voltak fantasztikus szülők, tucatjával lehetne mondani. Akik így ellenőrizték a betegséget és kontrollálták. Nem abban merül ki a szülői odaadás és a gyógyító munkában való részvétel, hogy én kontrollálom az orvost egyfolytában. Akkor akarja kontrollálni, hogyha tényleg elveszti a bizalmát. Akkor viszont már megbomlik valami abban a gyógyító egységben, ahol a szülőnek, a pszichológusnak, a pedagógusnak, meg az orvosnak, nővérnek helye van. Ha ez bekövetkezik a magyar egészségügybe, akkor a magyar egészségügy alapvetően össze fog omlani, mert nincs erre fölkészülve infrastruktúrálisan. Én felajánlottam Balogh Istvánnak sokszor, amikor láttam ezt a teljes bizalomvesztést, hogy tessék nézni, itt van a Magyarországi Gyerekonkológiai Hálózat, bárhova el lehet vinni. Valamikor nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt mesélték nekem, hogy a 30-as években Mexikóban egy általánosan bevett szokás volt vidéken, hogyha elvitte az apuka az orvoshoz a gyerekét, akkor az oldalára kötötte a hatalmas koltot, és hogyha az orvosnak mondjuk a műtét nem sikerült, akkor ott a helyszínen lelőtte az orvost. A másik véglet az az, amiben mi fölnőttünk. Ha megbetegszik valaki, vagy a hozzátartozója megbetegszik, akkor csak a küszöb alatt mer közlekedni, és ott van kiszolgáltatott helyzetben az orvosok előtt. Na most azt hiszem, hogy a pisztolyos megoldás és a kiszolgáltatott megoldás között van az a bizonyos betegjog, amit hát keresünk ki így, ki úgy, ki amúgy. Fúj de! Egyszerre kell elfújni az összeset? Na még egyszer! Mi leszel, ha nagy leszel? Komandós. Komandós? Mikor fogsz megint óvodába járni? Szeretnél? Aki szedték a portakatot. A portakat az a dudorot rajtad. És akkor utána mehetsz óvodába? Uh-huh. Várjunk. Ott van az összes barátunk.